Nem sokkal 9 óra után hatalmas füst gomolygott a Cinema City egyik termében filmvetítés közben. Miután megszólalt a tűzjelző, azonnal elkezdték a mozi és az épület kiürítését a vészkijáratokon keresztül. A diákok nagy része rendezett sorokban a tűzlépcsőn kimenekülve hagyta el az épületet. Habár csak gyakorlatról volt szó, többen így is megijedtek. Egy kicsit féltem, de egyébként jó, mert új dolgokat ki lehetett próbálni. Az elképzelt szituáció szerint a tűz során 10 diák az nem sikerült kimeneküljön a plázából, őket a tetőről egy emelőkosárral menekítették ki a tűzoltók. Miután mindegyikőjük biztonságosan landolt a Palotai úton, csatlakozhattak társaikhoz, és ők is a Murvás parkolóba indultak. Itt ugyanis folytatódott a gyakorlatok sora. Tűzoltási bemutatón és egy közlekedési balesetet követő szimuláción is részt vehettek a fiatalok. Én nem tudnám, hogy mit kellene csinálni, de most, hogy részt vettem rajta, úgy szerintem igen. A gyakorlathoz a Magyar Vöröskereszt és az Országos Mentőszolgálat, valamint a Fehér Medik Egyesület is csatlakozott. A gyakorlati nap második fele ugyanis már egy pályaorientációs rendezvény is volt. A látottak és az átélt élmények után többen elismerően nyilatkoztak a tűzoltókról. Hát azon kívül, hogy az embereknek segítenek, szerintem ezt valamilyen szinten ők is élvezik, ők azok a mindennapi hősök, akik mindenhol ott vannak és segítenek az embereknek. A gyakorlat során bebizonyosodott, hogy mind a mozi, mind pedig a bevásárlóközpont épülete biztonságos. Ugyanakkor a gyakorlati nappal egybekötött pályaorientációs nap jó alkalmat biztosított a nyári fesztivál szezon kezdete előtt a figyelemfelhívásra is. Ami itt történik, egy rendkívüli esemény, a rendezvényen, ez teljesen ráilleszthető majd a fesztiválok idejére, a biztonságos rendezvénytartásokra, és ha ott történik valami, akkor tudják az ott tartózkodók azt, hogy mit kell tennie, mire kell figyelnie, mik azok a biztonsági jelek, mik azok a feladatok, amelyeket akár neki ott végre kell hajtania, milyen utasításokat kell követnie. Itt a legfontosabb az nekünk, hogy ne alakuljon ki fejetlenség, pánik, és mindenki egymásra figyelve biztonságosan hagyjon el egy-egy rendezvény területet. A gyakorlati napon a tűzoltók eszközeit is megismerhették közelebbről a kilátogatók, mint ahogy megtehetik majd ezt jövő hétvégén is a fehérváriak, hiszen a tűzoltókkal legközelebb egy május 29-i rendezvényen találkozhat majd bárki, szintén a Murvás parkolóba települnek majd ki az egyenruhások.